abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy modellként részt vehettem veled a Németországban megrendezett smink VB-n, ahol nagyon szép helyezést értünk el, ugyanis negyedikek lettünk. Igen, nagyon kellemes volt, illetve nagyon nagy sikernek tudhatom be ezt. Bár volt már egy nemzetközi sikerem, 2 évvel ezelőtt a Münchenben az Európa-bajnokságot megnyertem. Ez a világbajnokság, ahol most együtt részt vettünk, a világ legnagyobb versenye. Ennél magasabb színvonalú verseny nincs, és tényleg a világ legjobbjai között részt venni egy ilyen megmérettetésen, mind a mellett, hogy hatalmas megtiszteltetés is, nagyon jó eredménynek számít ez a negyedik helyezés. Fogod-e tovább folytatni a versenyeket? Tehát megelégszel ezzel a negyedik helye, és azt mondod, hogy ezt te betudod egy nagyon jó eredménynek, vagy tervezed további versenyekre menni? Természetesen nem elégszem meg. Aki engem ismer, azt tudja, hogy abszolút a maximumra törekszem, és szeretnék 2 év múlva ugyanígy elindulni ezen a világbajnokságon, akkor már Szöulban, és remélem, hogy az még nagyobb sikereket fog hozni. Annak ellenére, hogy ugye modelletként végignézhettem az egész folyamatot, sose tudtam, hogy honnan pattannak az fejedből elő ezek a szebbnél szebb ötletek és ezek a részletek. Honnan meríted az inspirációt, illetve figyeled-e az elmúlt éveknek a versenyzőit, vagy azt jobb, ha az ember nem teszi? Természetesen én úgy gondolom, hogy jó felkészülni az előző évek versenyzőinek a munkáiból. Figyelem a nemzetközi trendet, figyelem az olyan versenyzők munkáit, akik megnyerték, akik nem csak a versenyen lévő munkáit, hanem az egyéb publikációikat, és igyekszem ebben az irányvonalban felerősíteni annyira tudásom, amennyire csak tudom, és belevinni a saját ötleteimet, a saját egyéniségemet, hogy engem tükrözzön a smink. Milyen előrelépést lehet várni hazai téren egy ilyen versenyen elért ilyen nagyon jó helyezés után? Mennyire figyel erre a hazai szakma, mennyire ismerik el az itthoni berkeken belül? Erre a versenyre mindenki figyel szakmai berkeken belül, mivel ugye, mint ahogy említettem is, ez a legnagyobb esemény, ami a világon történik ebben a szakmában. Nagyon büszke rám a szakmai világ, én azt gondolom. Ennek természetesen hangot is adtak, és nagyon sok gratulációt fogadtam már, és büszkék rá ők is, mint ahogy én. Mint ahogy azt az előbb a Kinga is elmondta, ez egy nagyon erős mezényű verseny, és ezért megpróbáltunk minél különlegesebb ruhával is indulni, amihez a te segítségedet kértük, ugyanis egészen egyedi módon ruhákat készítesz lufbalomból. Így igaz. Lufikból készítek ruhákat. Ebben az évben volt Amerikában a világbajnokság, ahol a csapatok ellen egyedül versenyeztem, és az előkelő második helyet szereztem meg, megelőzve a japánokat, kínaiakat, akik nagyon-nagyon erősek ebbe a mezőnybe. Mikor kezdted el? Hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy egy ennyire alapvetően textilhez nem hasonlító anyagból, ami ennyire nehezen kezelhető, legalábbis így laikusként nézve, ebből ruhákat építs? Igazából egészen véletlenül tévedtem Belgiumba egy világbajnokságra, amikor abban az évben volt az első alkalom, hogy ruhákból volt világbajnokság, és annyira megtetszett nekem, hogy azt mondtam, hogy számomra ez a szakma csúcsa, ez akarok lenni, vagy ezzel akarok foglalkozni, ebből akarok a legjobb lenni. Ugye tudjuk mindannyian, hogy a rufikat meg lehet tölteni sima levegővel, illetve héliummal. Te mind a két technikát szoktad alkalmazni? Így van, mindkét technikát szoktam alkalmazni. Héliumot csak akkor szoktam alkalmazni, hogyha nagyobb lufiba töltöm, mert a hélium molekulák ugye kisebbek, mint az oxigén molekulák, ezért kiszöknek a lufiból, és hamar összemegy. Ezért általában a ruhához legtöbbször amúgy oxigént szoktam használni, vagy levegőt, esetleg nitrogént. Azt ugye tudom, hogy rajtam is viszonylag nehéz volt már próbálni, annak ellenére, hogy nekem csak a csípőmtől lefele kezdődött a rufis rész, de egy olyan lányon, akinek az egész ruhája lufi, rá hogy adod rá, vagy rajta kell már megcsinálnod? Hogyha nagyon-nagyon méretpontos szeretnék lenni, akkor mindenképpen rajta kell, hogy megcsináljam. Egyébként próbabaván leveszem először a méreteit, és úgy készítem el a ruhát, hogy a méreteit használva. Ilyenkor, amikor a lány belebújik, és esetleg megfogja a körmével, és ne adj Isten, kipukkan egy lufi, akkor az egész sort magával viszi, vagy az ügyesen meg van úgy csavarva, hogy csak egy-egy pukkanjon ki? Törekszem arra, hogy tökéletesek legyenek a csavarások, így valószínűleg, ha eldurran egy, akkor a mellette levő egy-egy buborék elmegy, ezt így szoktuk mondani szaknyelven, és akkor be tudok pótolni 3 buborékot, tehát nem jelent problémát, nem az egész durran el, mint egy hétköznapi lufinál. Nagyjából mennyi idő egy teljes ruha elkészítése, ami mondjuk a földtől egészen a mell fölötti részig ér? Egy bonyolultabb ruha elkészítése az, azt mondom, hogy egy ilyen 20 és 30 óra között, és léggömbök számát tekintve körülbelül olyan
olyan 1000 és 1500 darab lufi között. Mi lesz a következő nagy megmérettetés, amire készülsz? Jövő héten lesz egy divatbemutatóm, arra készülök most gőzerővel. És bármi nemzetközi? Vannak meghívásaim Amerikába és Ázsiába is, ezekről még nem szeretnék beszélni. Mindenképpen biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy sikered lesz, mert én saját tapasztalatban tudom, hogy hihetetlen ügyesen és precízen és nagyon óriási kreativitással csinálod a ruháidat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még hallunk rólad. Mint ahogy ezt a Kingával készített riport elején is elmondtam, nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy egy ilyen előkelő, rangos és szakmai berkeken belül hihetetlenül elismert versenyen vehettem részt, mint modell. Annak ellenére, hogy igen megterhelő volt, ugye nagyon hosszú munkaórák, nagyon korai kelés és kiutazás Németországba, ennek ellenére egy óriási élményben volt részem, amit szerintem a képeket még az unokáimnak is mutogatni fogom, mert az ember egy sima divatsminknél el se tudja képzelni, hogy egy ilyen szinte műalkotás, amikor az ember arcára kerül, az mennyire megváltoztatja az ember vonásait, és mennyire különleges képet tud ezáltal adni. És nekem ugye abban a szerencsében volt részem, hogy a Kinga annyira agilis volt, hogy két versenyszámba is indult, ezáltal a két sminket volt szerencsém felpróbálni, és két gyönyörű ruhába tudtam a színpadon szerepelni, és nagyon jó érzés volt, és nagyon nagy élmény volt, amikor a tomboló tömeg előtt vihettem a magyar zászlót, és büszke voltam az országunkra, és különösen Kingára.